Tisztelettel köszöntöm Önöket. A mai téma az a francia forradalom utolsó évei, illetve Napóleon, valamint a Napóleon bukása utáni Szentszövetség Európája lesz. A francia forradalomról szóló előadást ott hagytam abba, hogy 1796 tavaszán az itáliai hadsereg élére, a francia-itáliai hadsereg élére került egy fiatal korzikai tábornok, akit úgy hívtak, hogy Napoleone di Buonaparte. De talán furcsának hangzik ez az olasz név, vagy az olaszos hangzású név, viszont tudni kell róla, hogy ő egy korzikai származású ember volt. Amikor ő megszületett, akkor Korzika éppen az akkor birtokos Genova elleni felkelésben volt. Genovától Franciaország elcserélte Korzikát, és így szerezte meg Franciaország Korzika szigetét, majd ezt követően leverték a felkelést is, innentől kezdve Korzika Franciaország része. Viszont egyáltalán nem lehet azt mondani, hogy olyan gyorsan integrálódott volna Korzika Franciaországba. Nagyon sokáig korzikaiak nem azt mondták, hogy mi franciák vagyunk, hanem azt mondták, hogy mi korzok, mi korzikaiak vagyunk. Ugye a korzikaiak alapvetően olasz nyelvet beszéltek, és így Napóleon számára is a francia az egy tanult nyelv volt, és az információk szerint a még élete végén is meglehetősen rossz kiejtésben, olaszos kiejtésben beszélte a francia nyelvet. Tehát ugye ő korzikai lévén, ugye a neve is annak megfelelően egy olasz keresztnév volt, ugye ez volt a Napóleone, és ugye di Buonaparte, az pedig a családi neve, ez arra utal, hogy ők bizony nemesek voltak, tehát nemessége rendelkező, egyébként nápolyi gyökerekkel rendelkező család volt. Ugye Napóleon az iskoláit, azt az elemi iskolákat Korzikán végezte, viszont nagyon hamar egy francia katona iskolába került, és itt tanulta meg a katonáskodás alapjait, tüzértiszt lett, fiatalon Dél-Franciaországban egy tüzérezredben lett tiszt, itt érte a forradalom, alapvetően forradalom párti volt, sőt a korai éveiben tulajdonképpen a jakobinusok felé kacsingatott politikai nézeteit tekintve, és természetesen Franciaország mellett francia hadseregben szolgált. 1793 második felében jött el az ő pillanata, amikor is ugye a francia forradalom elleni megmozdulások nagyon-nagyon széles kiterjedtségűek voltak. Ugye a Vendée mellett több helyen Dél-Franciaországban is, ugye Lyonban, illetve Toulonban is kisebb-nagyobb felkelések robbantak ki. Olyannyira, hogy Toulonból el is tudták távolítani a forradalmár vezetőket, és bejött az angol, illetve a spanyol hadsereg. A francia forradalmi hadsereg ellentámadást indított, soraiban Napóleone di Buonaparte ekkor még csak tüzértiszttel. Ennek az ostromló hadseregnek a francia főparancsnokai alapvetően nem katona emberek voltak, és egy jól kiépített erődnek az ostromához nem igazán értettek, szakemberekre volt szükség. Napóleonnak óriási szerencséje volt, hogy a hadsereg tüzérparancsnoka megsebesült, így ő foglalhatta el ezt a pozíciót, és az ő tervei révén sikerült végül is Toulon feladását kikényszeríteni az angoloktól, és ekkor már nagyon-nagyon fiatalon, hiszen ekkor még a 20-as évei elején járt, már tábornokká nevezték ki. Viszont a jakobinusok bukása után az ő szerencsecsillaga is egy kicsit leáldozóban volt, parkolópályára tették, olyan beosztásokba, amelyek másodlagos szerepűek voltak, majd egy párizsi royalista felkerés leverésében vett részt, és ez hozta meg számára azt az elismertséget, hogy 1796 tavaszán itáliai hadsereg élére került. Ezen hadsereg élén elképesztő győzelmeket aratott. Először is ugye a Szár-Piemonti királyságot ütötte ki a háborúból, majd a vele szemben álló császári királyi csapatokat verte meg. Hozzá kell tenni, hogy ezek soraiban magyar katonák is szép számmal harcoltak, különösen Itáliában volt sok magyar. De ezek elleni hadműveletekben Napóleon komoly sikert ért el, több ellentámadást is
visszavert. Itt megint csak érdemes kiemelni, hogy 1796-ban itt viselt hadseregparancsnoki tisztséget Alvinczi József, egy erdélyi református kisnemesi családból származó tábornok, aki ekkor altábornagyként, majd táborszernagyként vezényelt hadsereget. Na de őt is le tudta győzni Napóleon, és végül is Toulon ostromával tudta megkoronázni ezt a hadjáratát. És az első koalíciós háborút lényegében a Napóleon által vezetett békedelegáció tudta lezárni és szentesíteni azt, ugye ez a Campo Formiói béke, vagy olaszosan Campo Formidói, tudta lezárni az első koalíciós háborút, mégpedig úgy, hogy Franciaországnak a határait lényegében a Rajnáig tolta ki, illetve a németalföldi területek bekebelezését is tudta szentesíteni ez a béke. Ennek a békének a másik oldalán a Habsburg monarchia megkapta a Velencei Köztársaság területét, tehát egyfajta kompenzációt nyújtottak számára. Ugye ekkoriban, amint az előző előadás végén elhangzott, a Franciaországban a francia forradalmi főhatalmat az úgynevezett direktórium viselte, hiszen ez egy 5 tagból álló végrehajtó hatalmi, lényegében bizottság szinten működő, vagy bizottságszerűen működő társaság volt, viszont rendkívül népszerűtlen volt, és ugye az itáliai győzelmek hatására ez a Buonaparte, sőt, ekkor már inkább franciásan Bonapartnak hívták, tehát Bonaparte tábornoknak népszerűsége rendkívül megugrott. És éppen ezért, ahogy az angolok ellen a háború viszont folytatódott, és éppen ezért Bonaparte tábornokot, vagy Bonaparte tábornokot egy expedíció sereg élére állították, és Egyiptomba küldték, hogy ott az angol befolyás ellen harcoljon. Az egyiptomi hadjáratnak, az egyiptomi háborúnak a katonai oldala az alapvetően egy francia siker volt, hiszen sikerült elfoglalni Egyiptomot, viszont az angol flotta elvágta az utánpótlást, és így a francia csapatok defenzívába szorultak. Időközben 1799 tavaszán a szövetséges seregek, a császári királyi csapatok, tehát ugye a Habsburg csapatok egy szerződést tudtak kötni Angliával, illetve Oroszországgal, és egy támadást indítottak Franciaország ellen, és ez az úgynevezett második koalíciós háború, és 1799-ben ez a háború a francia csapatok vereségével indult. És ez Franciaországban egy olyan helyzetet eredményezett, ugye van egy népszerűtlen főhatalom, a hadsereget nem tudták felkészíteni a háborúra, ezért ugye a hadsereg vereséget is szenvedett, innentől kezdve ugye szükség volt valamilyen lépések megtételére, hogy mégis a francia forradalmi vívmányokat meg tudják őrizni. És ennek a hírét meghallotta Egyiptomban, pontosabban ekkor már éppen szíriai hadjáratot vezette, Bonaparte tábornok, és azon nyomban elindult haza. Óriási szerencsével egyébként az angol flotta hajói között lavírozva nagyon nehéz út után érkezett meg Franciaországba, beérkezett Párizsba, áttekintette a helyzetet, és úgy döntött, hogy a hatalmat magával ragadja. Katonai puccsot hajtott végre, amit egyébként például az egyik testvére is támogatott, de több francia politikus is úgy látta, hogy a helyzet megérett arra, hogy ismét egy erős központi hatalmat építsenek ki, amelyik meg tudja fordítani a háború menetét, és a francia forradalom vívmányait meg tudja védeni. Az úgynevezett Brumeri államcsíny 1799. novemberében. Ez az államcsíny megváltoztatta Franciaország politikai felépítményét, és a hatalmat 3 konzul kezébe tette. Ez a 3 konzul, ez ugye Bonaparte, Napóleon, Sieyès, ugye az ő nevét már hallhattuk a rendi gyűlés előtti röpirat kapcsán, illetve egy Roger Ducos nevezetű politikus. De első konzulnak már ekkor Bonapartét választották meg, illetve hát elvileg alfabetikus sorrendben kellett volna minden évben egy-egy, a 3 tagból egy-egy tag viselte az első konzuli címet, akinek a legtöbb jogosítványa volt. Tehát egy katonai államcsíny révén lényegében megszerezte a főhatalmat.
Az első intézkedéseivel már megpróbált egy békét kötni, ezt elutasították, innentől kezdve nem volt más hátra, mint hogy a hasztereken kellett kiharcolni franciák számára a győzelmet. És ugye Napóleon katona ember lévén óriási győzelmet sikerült neki aratni 1800-ban, Marengói csatában, június 14-én egyébként. Ez ugye azért érdekes, mert majd a Friedlandi csatát is június 14-én, illetve 1809-ben a győri csatát is ugyanezen a napon vívták. Hát június 14-én sikerült egy nagy győzelmet aratni. Itt is azért fontos hozzátenni, hogy ki volt az ellenséges hadseregnek a parancsnoka. Ez Mihály Mélász tábornok volt, aki német neve ellenére gyakorlatilag azért a politikai, magyar politikai nemzetnek a tagja volt, hiszen egy erdélyi szász emberről lévén szó, egy erdélyi szász luteránus lelkészdinasztia sarja volt, ő állt a császári királyi hadseregén, az ő táborkari főnöke az az Anton von Zach volt, aki viszont egy pesti német orvosnak a fia volt, tehát nyugodtan mondhatjuk, az itáliai hadsereg élén két magyar politikai nemzetben, tehát hungaros értelemben magyarnak tekinthető ember állt a hadsereg élén. Ugyanebben az időszakban egyébként a németországi hadsereg élén is egy hasonló, egy cipszer, egy szepességből származó, morva származású, de már erőteljesen magyar tudatú ember, Krajpál állt a németországi császári királyi hadsereg élén. De visszatérve az eseményekhez, Marengói csata, illetve a francia hadsereg későbbi győzelmei előrevetítették a koalíció kudarcát, és ezt a következő évben a Lüneville-i béke szentesítette, ami ugye a Habsburg monarchia és Franciaország közötti béke, majd ezt követő évben Amiens melletti Angliával megkötött béke végül is egy évtizednyi háborúskodás után végre elhozta a békét Európa számára. Viszont Franciaországban a Napóleon sikere azt eredményezte, hogy sikerült megerősíteni a hatalmát, ekkor már örökös konzuli címet vett fel, ami ugye az eddigi első konzul, a három közüli első konzul helyett, az örökös konzul, lényegében már ez egy köztársasági keretek közötti egyéni abszolút hatalmat jelentett. Ezt aztán két év múlva, 1804-ben a császári cím felvétele és az ezzel kapcsolatos koronázás koronázta meg, az a folyamat vége az lett, hogy Napóleon Franciaország császára lett. Persze itt is érdekes, hogy ekkor még a francia köztársaság császárának koronázták meg, majd pedig tulajdonképpen két év múlva jött el az a pillanat, amikor már hivatalosan is francia császárságra hívták ezt az államalakulatot. Amit a 17-18. századi nemzetközi politikáról szóló és a nemzetközi nagypolitikai eseményekről, konfliktusokról szóló előadásomban már említettem, Anglia az továbbra is a kontinentális hatalmi egyensúlyra törekedett. A francia császárság létrehozása az természetszerűleg Angliában egy komoly ellenérzést váltott ki, hiszen ugye Franciaország mind területe, mind pedig katonai és politikai ereje is rendkívül megnőtt. Ezt az angolok nem engedhették. Éppen ezért Anglia hiába írta alá az amiéni békét, valójában az amiéni békének a pontjait sem tartotta be. Így nagyon-nagyon hamar, a következő évben már újból ki is tört a háború Angliával. Viszont ez azért egy jó ideig, ez csak egy névlegviselt háború volt, hiszen Franciaország és Anglia között ott volt a La Manche csatorna, ugye ez nem engedte a francia csapatoknak, hogy szárazföldi támadást indítsanak, és az angol flotta fölénye pedig egyértelművé tette, hogy a francia flotta nem tudja biztosítani az átkelést. Viszont Angliának sem volt ez egy olyan kedvező állapot, mert a hiába viselt háborút valójában az ellenségét nem tudta gyengíteni. Ugye Anglia szokásához híven a szárazföldi hatalmakhoz fordult, és ugye megint a Habsburg monarchiát tudta megtalálni, illetve Oroszországot tudta megtalálni, és ez a két nagyhatalom, illetve még mondjuk a nápolyi királyság, illetve több más kisebb uralkodó összefogott,
és megalkotta az úgynevezett harmadik koalíciót, és 1805 késő nyarán, kora őszén megindították a harmadik koalíciós háborút. Napóleon természetesen nem volt az a hadvezér, aki ne szerette volna, hogyha háborúba kell menni. Már ezt megelőzően 1804-5 folyamán hadseregét a La Manche csatorna melletti táborokba vonta össze, azért, hogy egy alkalmas pillanatban át tudjon kelni, és meg tudja indítani Anglia elleni támadását. Viszont egy 1805 nyarán, amikor jöttek a hírek, hogy támadás indul, villámgyorsan átcsoportosította a katonáit, császári királyi hadseregnek egy jelentős részét Ulmban körülzárta, kapitulációra kényszerítette. Ugye erről írja tréfásan Tolsztoj, ugye a császári királyi hadsereg parancsnokát Mak tábornoknak hívták, hogy Makkal ütöttek lettünk, ugye itt a nevéből csinált Tolsztoj egy kis viccet, egy kis poént, amikor ugye Makkot elengedte Napóleon, és így visszamehetett a császári főhadiszállásra. Ugye ebben a pillanatban hangzik el Tolsztoj egyik szereplőjétől ez a szóvicc. Visszatérve az eseményekre, ugye Ulmán nem zárult le a háború, megérkeztek az orosz csapatok, és támadást indítottak volna Napóleon ellen, de 1805. december 2-án az Austerlitz csatában, a három császár csatájában Napóleon óriási győzelmet aratott. Ugye azért hívjuk ezt három császár csatájának, mert három császár jelen is volt a harctéren, ugye Napóleon császár, az orosz cár és az osztrák császár. Ugye az osztrák császár ekkoriban még viselt a német-római császári funkciót is, de már 1804-ben felvette Ferenc az Ausztria császára címet is, és ezzel következő évben, amikor Napóleon hatására a német-római birodalom a saját feloszlatásáról dönt, akkor is császár maradhatott. Ugye ez volt a harmadik koalíciós háború, amit a Pozsonyban megkötött béke zárt le. Franciaország tovább terjeszkedhetett, újabb és újabb területeket szerzett meg, többek között például Dalmáciát, ekkor sikerült nekik megszerezni. Anglia természetesen nem nyugodhatott bele a kudarcba, Poroszországot sikerült meggyőznie a következőben 1806-ban, hogy a franciák ellen támadjon, illetve még középhatalomként Szászországot, viszont Napóleon hadserege az ekkor már meglehetősen elmaradottnak számító porosz hadsereg ellen ismét fényes győzelmet aratott, a jénai és az auerstedti kettős csatában október 14-én végül is a porosz hadsereg komoly vereséget szenvedett, Napóleon elfoglalta Berlint. Ugye innentől kezdve megint csak egy orosz ellentámadással kellett neki számolnia. Ugye 1807 elején a Preußisch-Eylau melletti csatában egy nagyjából döntetlen körüli eredmény született, majd pedig 1807 nyarán, a már említett június 14-én Friedland melletti csatában az orosz hadsereget is gyakorlatilag megsemmisítő vereség éri, és ezt követően kötötték meg. Ugye először is a Nyemen folyó közepén egy tutajon találkozott Napóleon az orosz cárral, Sándor cárral, majd pedig a személyes tárgyalásuk révén írták alá a Tilsiti békét, ami további francia hatalom növekedést jelentett, és egyfajta orosz-francia kettéosztását az európai érdekszférának. Ez az érdekszféra kettéosztás nagyon-nagyon érdekes, hiszen hát a II. Világháború előzményei között is egy hasonló szerződést találunk, tehát ennek már ebben az időszakban is volt egy nagyon-nagyon komoly előzménye. Ugye Napóleon még 1806-ban Berlinben hozott egy olyan rendelkezést, hogy mivel Angliát szárazföldön nem tudja megtámadni, az angol tengeri fölényt sem tudja legyőzni, gazdasági oldalon próbálta az angolokat a kereskedelem révén legyőzni, tehát megtiltotta az Angliával való minden nemű kereskedelmet, gyakorlatilag Európa összes kikötőhelyét lezáratta az angol kereskedők előtt. Ugye egy ilyen, ezt úgynevezett szárazföldi blokkádnak hívjuk, tehát ezt a kontinentális zárlatnak hívjuk, ami egy blokkád formájában érvényesült. Ugye ez
csak akkor ér valamit, hogyha nincsen egyetlen rés sem a pajzson, tehát minden egyes kikötő le van zárva, mert abban a pillanatban, hogy egy kikötő nyitva van, oda már a kereskedők oda tudják vinni, és onnantól kezdve már el tudják a kereskedelmi termékeket vagy portékákat egész Európába terjeszteni. Ezért egy ilyen fontos rés volt a pajzson, Spanyolország és Portugália. Először Napóleon Portugáliát támadta meg, csapatait visszaverték, fogságba is esett ott egy francia hadtest, ezért őket az angolok visszaszállították Franciaország területére. Ugye Portugáliát nem lehetett anélkül igazából megtámadni, hogy a hátország, Spanyolország ne támogatta volna ezt a hadműveletet, illetve hát spanyol kikötőkbe is érkezett angol áru, ezért Napóleon megtámadta Spanyolországot is. És itt érkezünk el a háborúnak egy fordulópontjához. Spanyolországban bármennyiszer győzelmet arattak a francia csapatok, a francia csapatok a spanyol népfelkelők ellen már nem tudtak mit tenni. Egy nagyon széles tömegeket érintő felkelés alakult ki a franciák ellen Spanyolországon belül, és ezzel a gerilla hadviseléssel a franciák nem tudtak mit kezdeni. Egészen 1814-ig, Napóleon első lemondásáig a spanyol háború, ez ott volt a ibériai félszigeten, és hatalmas francia katonatömegeket kötött le. 1808-ban a francia hadsereg színei a várt Spanyolországba vezényelték, ezért Ausztria, a Habsburg monarchia is úgy gondolta, hogy itt van a megfelelő alkalom arra, hogy visszaszerezzük az elvesztett területeket, Franciaországot visszaszorítsuk legalább a Rajna mögé első körben, aztán adott esetben még tovább is, akár még a császári, Napóleon császári uralmát megdöntve a bourbonokat visszaállítani a francia trónra, visszahelyezni a francia trónra. Éppen ezért 1809 tavaszán Károly főherceg vezette csapatok támadást indítottak a francia szövetséges bajor választó fejedelemség területe ellen. Napóleon, megint csak azt kell mondani, nem volt az a hadvezér, aki ne indított volna ellentámadást, összegyűjtötte a csapatait, és rendkívül erőteljes ellentámadást indított. A Regensburgi hadjáratban már győzelmet is aratott, elfoglalta Bécset, immáron második alkalommal 1805-öt követően, és megpróbált átkelni a Dunán. Először május 21-22-én az Aspeni csatában még visszaverték a francia támadást, ez volt Napóleon első igazi veresége, és kiktől szenvedte el? A császári királyi csapatoktól, a Habsburg monarchia csapataitól, soraikban több tízezres nagyságrendű magyar katonával. És éppen az Aspeni csatában a magyar katonák kitartása és hősiessége volt az, amelyik meghozta a győzelmet Károly főherceg számára. Mind a mai napig, ugye ez az Aspen falu ma már Bécs részét képezi, ott van egy tér, ahol van egy emlékmű, és ott számtalan magyar alakulat is föl van sorolva, mint a leghősiesebb alakulatok. Érdemes elmenni és megnézni ezt az emlékművet. Tehát ez volt Napóleon első komoly veresége. Ja, megint csak azt lehet mondani, hogy nem volt az a hadvezér, aki ne készült volna föl a háború folytatására, és egy második alkalommal már a Wagrami csatában viszont már megfelelően előkészített körülmények között, de végül is sikerült legyűrnie Károly főherceg csapatait, és majd néhány hónappal később a békében végül is további nyereségre, tetszer területi nyereségre, tehát ez a próbálkozás a Habsburg monarchia részéről sikertelenné vált. Viszont ezt követően, mivel Napóleon házassága egy francia arisztokrata özvegy feleségével, Joséphine de Beauharnais-val terméketlen maradt, ezért Napóleon elvált Joséphine-től, és kellett egy olyan feleséget keresni, aki fiatal, akitől várható, hogy fiútód születik. Ráadásul ugye fontos volt, hogy egy olyan európai uralkodó dinasztia sarja legyen, amely óriási tekintélyű, amely ugye a Bonaparte családot is tekintélye révén meg tudja erősíteni ebben a dinasztikus hatalmában.
Ugye Napóleon dinasztikus hatalmat próbált kiépíteni, saját testvéreit ültette különböző európai trónok élére, vagy akár éppen a lánytestvérének a férjét, ugye Murat tábornokot, például Nápoly királya lett, de végül is Napóleon választása az Habsburg házra esett, hogy Mária Luisára, aki ezeknek a kritériumoknak tökéletesen megfelelt, és így feleségül is vette Mária Luisát. Egy érdekesség, hogy amikor a házasságkötés történt, ugye Bécsben a Stephansdomban, akkor Napóleon személyesen nem volt jelen, hanem az ő személyét Berthier marsall képviselte, és úgy vezette oltár elé Mária Luisát, hogy személyesen ugye nem is volt ott. Majd ugye ezt a ceremóniát Párizsban megismételtek. Végül is fiútót született, ugye a későbbi második Napóleon, aki ugye ezt az uralkodói címét nem viselte. Napóleon a római királyi címet adományozta számára, természetesen még csecsemőként. A kontinentális záratról volt szó. Kontinentális zárat továbbra is csak akkor lehetett hatékony, hogyha az általánosan elfogadott volt. Márpedig ugye a Tilsiti megállapodás és szövetségi rendszer ellenére is Oroszország nem tudott meglenni az angol áruk nélkül és az angol kereskedelem nélkül, így magát ezt a megállapodást ezt nem tartották be, Angliával újraindították a kereskedelmet. Napóleon úgy gondolta, hogy itt az idő, hogy legyőzze az Anglián kívüli utolsó nagy kontinentális ellenségét, Oroszországot. 1812-ben megindította az oroszországi hadjáratot. Akkor egy soha nem látott méretű hadsereget hozott létre. Az oroszok elleni hadseregnek a teljes összlétszáma az valahol 600 ezer fő környékén állapodott meg, sőt, talán egy picivel még meg is haladta ezt, viszont közvetlenül a Napóleon parancsnoksága alatt álló csapatok, azok nagyjából ennek a felét tették ki. A többi hadseregnek a többi része, ezek különféle oldalbiztosító különítményekben voltak. Itt is egy kevésbé köztudott dolgot tudok elmondani, ebben a hadseregben is harcoltak magyarok, nem is kevesen, sőt, több ezernyi magyar, hiszen 1809-ben horvát területek is kerültek francia fennhatóság alá, és ezeken az egykori határőrezredek alapjain francia csapatokat hoztak létre, és közöttük szintén a politikai hungarus értelemben vett magyarokkal, ugye a horvát nemzetiségű katonákkal, de egyébként magyar tisztek is álltak ezen csapatok élén. Viszont a borodjinói csatában megszerzett francia győzelem ellenére, és ugye ezt követően franciák el tudták foglalni magát Moszkvát is, és néhány hétig ott tartózkodtak Moszkvába. Ennek ellenére az orosz taktika, a felégetett föld taktikája, tehát az, hogy a francia hadsereget ki kell léheztetni, az élelmiszert összeszedni, és inkább földgyújtani, mint hogy a franciák megszerezzék, ez az oroszok sikerrel alkalmaztak. Ugye Kutuzov tábornok volt az, aki az orosz hadsereg főparancsnoki tisztét viselte, és hiába szenvedtek az oroszok a harcokba különböző kisebb-nagyobb vereségeket, végül is Franciaország, vagy a francia csapatoknak el kellett hagynia Oroszország területét is. Ez a visszavonulás volt az, amikor ezt az Oroszország ellen vonuló a legnagyobb hadsereg állományának a legnagyobb részét elvesztette. Azok a csapatok, amelyeket végül is összetudtak szedni, azok néhány tízezer főre rúgtak. Azért az túlzás, hogy a több mint 600 ezres hadseregnek az egésze elveszett, mert például ennek a 600 ezres hadseregnek a része volt a Habsburg monarchia által kiállított Schwarzenberg herceg által vezetett segélyhadtest is, de ez a hadtest igaz veszteségek után, de azért majdhogy nem teljesen intakt módon vissza tudott vonulni. Ezt követően Poroszország és Franciaország elleni koalícióhoz csatlakozott, majd pedig 1813 késő nyarán a Habsburg monarchia is, és így poroszok, oroszok, osztrákok, illetve a svédek angol támogatással indítottak támadást Napóleon ellen. Még a Dresdai csatában 1813 augusztusában Napóleon egy győzelmet tudott aratni, de végül is októberben
a Lipcse mellett vívott óriási nagy csatában a világtörténelem addigi legnagyobb csatája volt, éppen ezért ugye népek csatájának is hívják ezt az összecsapást. A francia és a vele szövetséges csapatok, tehát Napóleon hadai vereséget szenvedtek. Napóleon kénytelen volt visszavonulni, és a következő év tavaszán már francia területen vívott, bár egyébként katonailag a franciák számára sikeres, viszont az osztrák, orosz, porosz túlerő ellen már nem tudták tartani a vonalakat, tehát hiába volt sokáig sikeres ez a harc Napóleonnak, végül is el tudták foglalni a szövetséges csapatok Párizst, és Napóleont lemondásra kényszerítették. Napóleont Elba szigetére száműzték, és Bécsben pedig összeült egy békekonferencia. Franciaország trónjára visszatértek a Bourbonok, akik a közkeleti mondás szerint semmit nem tanultak és semmit nem felejtettek, tehát megpróbáltak az 1789 előtti világ módján kormányozni, és rendkívüli ellenállás bontakozott ki velük szemben. Ezt kihasználva Napóleon Elbáról partra szállt Frézsű mellett, és végül is hiába vezényelték ellene a hadsereget. A hadsereget egyébként Napóleon egyik volt marsalja, Michel Ney marsal vezette, akit egyébként Napóleon a bátrak bátrának nevezett az 1812-es oroszországi visszavonulás során tanúsított hősies magatartása miatt. Ez a hadsereg Napóleon mellé állt. Napóleon bevonult Párizsba, és elkezdődött a száznapos uralma. Most természetesen a koalíció az reagált, és hatalmas hadsereget hoztak létre, és ez megindította a támadást, és a porosz, angol, hannoveri, holland és még több más kisebb nemzetiségből álló hadsereg ellen az első csatát Napóleon Ligny mellett megnyerte, de végül is Waterloo mellett az óriási túlerő legyőzte a francia csapatokat, így Napóleon másodszor is lemondásra kényszerült, és most már Európához nem közel, sőt nagyon távol, az Atlanti-óceán kellős közepén fekvő aprócska szigetre, Szent Ilonára száműzték, és ott még 6 évet élt, igaz, életének utolsó éveit már a gyomor bántalmai és feltehetően a gyomrában lévő daganatos megbetegedés mellett élte le, egyre romló egészségi állapotban, de végül is ott halt meg, ott vesztette életét. Hanvait majd 2 évtized múltán szállították Franciaországba vissza. Európában viszont folytatódott a bécsi kongresszus, ugye az a Ballhaus Platzon lévő épületben egy hatalmas nagy össz-európai békekonferenciát rendeztek, tulajdonképpen törökökön kívül minden európai udvar és nemzet képviseltette magát, és itt újra rendezték Európa térképét. Európa, tehát Franciaország Európán belül nagyjából a 1789-es határai mögé vonult vissza. Itt tulajdonképpen térképen érdemes megnézni a változásokat, a kialakult rendet. Egy dolgot emelnék ki, azt, hogy a későbbi Belgium és Hollandia egy királyságot, tehát egy területet alkotott, egy államot alkotott, még ekkor, majd 1830-ban válik le ebből Belgium. Ezt hívják úgy, hogy a Szentszövetség Európája. A bécsi békekonferencián nem csak a békéket kötötték meg, és újra rajzolták Európa térképét, de egy olyan szövetséget is kötöttek Európa államai, itt Poroszország, Oroszország, Ausztria és Franciaország, amely a fennálló rend, külső és belső rend fenntartására irányult. Ez azt jelentette, hogy ezek az államok, vagy ezeknek az államoknak a vezetői, azok a társadalmi változások elleni szövetséget is kötöttek. Tehát ez a Szent Szövetség Európája, ez tulajdonképpen egy ilyen koalíció által vezetett Európát jelentette. Ez a Szent Szövetség egyébként utána több éven keresztül is tartott egy-egy konferenciát, és lényegében egészen az 1830-as francia forradalomig ez Európa
nemzetközi politikájára döntő befolyást gyakorolt. Ugye itt több alkalommal is történt fegyveres beavatkozás, ugye Észak-Itáliában, Nápolyban, Spanyolországban is, tehát tulajdonképpen ez a Szentszövetség Európája működött. Ugye 1830-ban Franciaország ebből kivált, ugye a franciaországi ismételt forradalom elhozta a Bourbon restaurációnak a bukását, és ugye Lajos Fülöp, aki egyébként maga is Bourbon volt, de ő maga is polgárkirálynak hívta magát, tehát valójában egy valós alkotmányos monarchia valósult meg az ő uralma alatt, viszont tehát ő akkor ebből a szövetségből kilépett, és innentől kezdve már ugye azért ez a szentszövetségi politika megbomlott. Viszont egészen ez a fajta mentalitás és attitűd érvényben maradt és élő maradt, hiszen 1849-ben, amikor Ferenc József az oroszokat, minden oroszok cárjához fordul, hogy a magyar forradalom és magyar szabadságharc által létrehozott önálló magyar államot katonailag legyőzze, akkor tulajdonképpen ehhez a szellemiséghez nyúl vissza. Hiszen ugye a magyar szabadságharc győzött, Ferenc József, tehát sem 5. Ferdinánd, sem Ferenc József katonailag nem tudta legyőzni Magyarországot, és ehhez a Szentszövetség Európájának a szellemiségéhez kellett visszanyúlnia, és meg kellett alászkodnia minden oroszok cárja előtt, hogy birodalmának egységét azt helyre tudja állítani. Tehát végül is, amit a 17-18. Századi nemzetközi kapcsolatokról szóló előadásomban elmondtam, hogy Európa ebben az időszakban egy kontinentális egyensúlyi politika állapotában volt, és amit az angolok tudatosan, nagyon-nagyon tudatosan és nagyon pontosan ennek a szabályait betartva próbáltak meg folyamatosan megtartani, tehát ezt az egyensúlyt Napóleon idején elbillent egy francia hegemónia irányába, hiszen Napóleon nem csak Franciaországot, hanem a környező területeket is uralta, például ugye az egykori Német-Római Birodalomban is főhatalomra tetszett, hiszen által létrehozott Rajnai Szövetségnek a protektoraként, lényegében irányítójaként tevékenykedett. Ez akkor kilendült, és egy francia hegemón szerep ellen Anglia addig kovácsolta egymás után az újabb és újabb koalíciókat, tehát amíg végül is a Franciaországot, Franciaország hegemóniáját vissza tudta nyomni, és tulajdonképpen egy francia, osztrák, porosz, orosz egyensúly az európai kontinensen létre nem jött. Köszönöm szépen a figyelmet!